A tartományi oktatási titkárság 4 millió 600 ezer dinárt biztosított az iskola tetőterének felújítására. Az épület régi szárnyán már kicserélték a horogfákat és a gerendák egy részét, valamint új cserepeket raktak fel. Ez az első fázisa a felújításunknak. Erre azért volt szükség, mert itt már a plafon is és a tetőtér is, tehát rongálódott azáltal, hogy beázott a tető, így a plafonok rongálódtak és sárplafonok, tehát itt már kezdett a biztonság is, tehát veszélyessé válni, úgyhogy ennek nagyon örülünk, hogy most ezt meg tudtuk csinálni. A nyár folyamán a tetőszerkezet felújítása mellett a világítást is korszerűsítették. A nyár folyamán még egy pályázatot megnyertünk, szintén a tartományi titkárságtól kaptuk az összeget 2,5 millió dinár jeligében, azonban ide hozzájárult a Becsei önkormányzat is 970 ezer dináros összeg. Itt felújítottuk, tehát az iskola belső terében, az osztályokban és a folyosókban lecseréltük a neonlámpákat, helyette a LED lámpákat raktuk fel. Azért pályáztunk erre, hiszen így az energia sokkal kevesebb fogyasztás fog történni, mint ami eddig volt az iskolánkban. Az oktatási titkárság támogatása által a napközis helyiségek berendezéséhez új bútorokat kapott az intézmény, még a minisztérium jóvoltából 28 új laptoppal gazdagodott az iskola.